egy barátnőnk fogalmazta meg nagyon szépen, hogy egyelőre azért azt látjuk, legalábbis Magyarországon, hogy a vegánok, tehát a vegán emberek számos tekintetben joghátrányokat élnek meg. És azt ő úgy fogalmazta meg, hogy először magunkat tegyük legálissá, és akkor utána tudunk az állatok jogaiért harcolni. Ezt valamennyire el tudom fogadni azzal, hogy nyilván közben is kell az állatok jogaiért harcolni, de nyilván sokkal könnyebb lesz, hogyha alapvető emberi jogainkat nem korlátozzák. És hol korlátozzák az alapvető emberi jogainkat? Több helyen, gyermekétkeztetés, munkahely, munkahelyi diszkrimináció, szociális intézmények, kórházak, börtönök, stb. Ezekről mind fogok most beszélni egy kicsit. De azt gondolom, hogy a legdurvább a helyzet a gyermekétkeztetésben. Erről írtam egy angol nyelvi cikket, akit érdekel, annak majd vagy én, vagy a MAVEG-nek az elnökségi tagjai elküldik szívesen. Meg állítólag készül is a magyar fordítás, belőle mostanában nem hallottam, hogy mi a helyzet vele. Na minden esetre van egy miniszteri rendelet, tehát egy igen alacsony szintű jogforrás, ami következik, lényegében azt mondja ki, hogy a gyermekeknek a gyermekétkeztetés körében bizonyos fajta állati termékeket, hús, tejet, tojást, stb. Bizonyos rendszerességgel és mennyiségben kell adni. Na most, és ezt ilyen kötelezővé teszi, parancsolj! Hát mert ugye van fölötte kormányrendelet, törvény, alaptörvény, illetve nemzetközi jogforrások is vannak. Ezek közé jó néhányban beleütközik egyébként. De ugye három kivételt említ meg ez a rendelet. Először is azt mondja, hogy egészségügyi jogból, hogyha allergiája van a gyermeknek, akkor lehet azt kérni, hogy bizonyos összetevőket ő ne kapjon meg. És erre egy szakorvosi igazolást ír elő. Most, hogyha belegondoltok, alkotmányos meg adatvédelmi szempontból ez teljesen abszurd. Ez teljesen ugyanaz, hogy én beülök egy étterembe, azt mondom, hogy én mondjuk allergiás vagyok a tejre, nekem ne adjanak teljes dolgokat ott abban az étteremben, és a pincér azt mondja, hogy jó, de csak akkor, hogyha adok neki szakorvosi igazolást, akkor tud nekem mondjuk tejmentes ételeket kihozni. Tehát bocsánat, mi köze van az iskola étkeztetést ellátó cégnek ahhoz, hogy nekem milyen allergiám van, vagy a gyermekemnek milyen allergiám van? Teljesen észszerűtlen és alkotmányjelenes az a rendelkezés. A következő az, hogy vallási jogokra lehet hivatkozni. Na most ugye ezzel az a probléma, hogy a veganizmus az nem vallás, ugyanakkor világnézet, ami az emberi jogi egyezmények szempontjából ugyanúgy minősül, mint a vallás. Tehát ebből a rendeletből hiányzik a világnézeti jelző, csak a vallásra lehet hivatkozni, ami megint súlyosan alkotmányellenes, illetve emberi jogi egyezményekbe ütközik. De jelzem, hogyha valaki arra hivatkozik, hogy neki a vallása miatt kell vegán étkezést biztosítani férfiét a gyermekének, akkor a jogszabály helyes értelmezése, nem a gyakorlati, hanem a helyes értelmezése az, hogy ezt tiszteletben kell tartani, hiszen ugye vallásszabadság van, és a vallás pillanat és a vallásszabadságnak az alap követelménye az, hogy én olyan elveket vallok, amilyet akarok, és a adatvédelmi szabályokból pedig az következik, hogy mivel nem szükséges annak az adatnak a kezelése, hogy az adott gyermek vagy az adott szülő milyen valláshoz tartozik, ezért ilyen adatot nem is kérhet be az iskola vagy az önkormányzat. Tehát összesen azt az adatot kezelhetik a jogszabály helyes értelmezése alapján, hogy ő vallási jogokból vegán étkezést kér. A valóság nem ez. A valóság az, hogy a legviccesebb az volt, hogy írásos igazolást kértek a bevett 26 egyház valamelyikétől, ez egy konkrét sztori, és szerencsére a kristások segítettek az érintett szülőnek, de azért ez egy abszurd. Tehát mi az, hogy én a 26 vallás közül az egyikhez kell, hogy tartozzak,
tudtam, a vallásszabadság van Magyarországon, és mi az, hogy írásos igazolás? Ez egy súlyosan alkotmánysértő eljárás, amit ez a konkrét iskola csinált, és még egyszer a jogszabály helyes értelmezése, figyelemmel a egyenlő bánásmód törvényre, az adatvédelmi törvényre, illetve nemzetközi jogi egyezményekre, meg az alaptörvényi jogelvekre is, az az, hogy ilyen igazolást, ilyen adatot nem kezelhet az iskola. Parancsolj! Ezt akartam kérdezni, hogy a vallás tulajdonképpen hogy tudom igazolni, vagy csak úgy nem kell igazolni. Valamit, és akkor azt mondom, hogy ez a vallás. Tudjátok, hogy mikor kellett igazolni utoljára a vallást állami szervnek Magyarországon a holokauszt alatt? Miért kéne igazolni azt, hogy te milyen valláshoz tartozol? Az összes adat, amit ő kezelhet, az az, hogy te vallási alapon vegán étkezést kérsz. Nem ez a gyakorlat, amit mondtam, hangsúlyozom, tehát ezt a harcot végig kell vinni, de a jogszabálynak nem lehet más helyes értelmezése, mint amit mondtam. És akkor van még egy kivétel a gyermekétkeztetésben. Ez egyszerűen, hogy azt mondja a szülő, hogy ő köszöni, nem kéri a gyermekétkeztetést, és akkor visz szépen a kis műanyag csomagoló eszközébe ételeket a gyermeknek. Ezt nagyon sokan ezt is csinálják. Na most ezt a szülő minden további nélkül megteheti. Itt azt szokták mondani az iskolák, hogy bakteriológiailag ez veszélyes, meg én nem tudom. Na most ez egy óriási ökörség egyrészt, mert ugye akkor otthon is ugyanazt a kaját eszi a gyerek, akkor ott nem veszélyes. Egy, kettő. Itt azért mi ütközik egy alapvető alkotmányos elv, az, hogy világnézetileg én úgy nevelem a gyermekemet, ahogy akarom. Egy nevetséges, ehhez képest tényleg nevetséges érdekkel, hogy nincsen pénz az iskolának egy hűtőre. Tehát nem áll. Tehát ahol ezt az iskolában ezt mondják, az megint egy nagyon durva alkotmánysértés, és megint simán föl lehet lépni jogilag, hogy oldják meg ezt a helyzetet. És én azt gondolom, hogy komolytalan ilyenkor bakteriológiai, meg én nem tudom milyen szempontokra hivatkozni. Na most, nem tudom mennyi idő van még, mert ide nézzem. Még 5 perc. Amiről még egy gyorsan beszélnék, az a munkahelyi diszkrimináció. Itt az előbb, én későn érkeztem, de hallottam, hogy volt a beszélgetésnek egy ilyen része. Azt azért hadd tudatosítsa mindenkiben, hogy akinek mondjuk beszólnak azért, hogy ő vegán módon étkezik a munkahelyén, vagy ilyen tárgyú megjegyzéseket, e-maileket kap, stb., az egy jogilag minősülő kategória, úgy hívják, hogy zaklatás az egyenlő bánásmód törvényben. És ezért a munkáltató felelős. Tehát nekem azért van olyan ismerősöm, aki ezért, egyébként egy nagyon kitűnő szakember a maga területén, aki ezért hagyta ott a munkahelyét. Nyilván a munkáltató is elég ostoba volt, hogy hagyta ezt az zaklatást kibontakozni, de ezért a munkáltató felelős. Tehát ez egy épp olyan zaklatás, mint hogyha valakit mondjuk a nőiségért, vagy nem tudom én, a etnikai származásáért zaklatnának, ugyanúgy minősüljön. A másik kérdés az az, hogy ha esetleg olyan helyzet van az adott munkahelyen, mondjuk ez ilyen pusztában lévő üzemeknél előfordulhat, hogy a munkavállaló nem tud gondoskodni a vegán étkezéséről, és még van egy étkező, ahol egyébként a többi munkavállaló tud étkezni, de ő nem, mert nem biztosítanak számára vegán étkezést, azt gondolom, hogy ez is az egyenlő bánásmód törvényben ütközik. Nyilván itt jobban meg kell nézni a körülményeket. Valaki mondjuk a Deák téren van munkája itt Budapesten, akkor erre azért kevésbé lehet hivatkozni, mint hogyha mondjuk nem tudom én valahol a pusztában. De én azt gondolom, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén ez is minősül a diszkriminációban. Csak tudjatok róla, hogy ez nem, ez jogilag, ez minősül, tehát ez nem egy rossz poén, hogy valaki naponta megkapja azt, hogy ő most miért teszik vegánul, meg a máj nem hús, meg te ilyeneket szoktak mondani, hanem ez egy relatíve súlyos jogszabálysértés. És akkor még megemlíteném csak a többi területet.
Nyilván a kórházakban ugyanaz van pepitában, mint a gyermekétkeztetés kapcsán, csak arra még így sok energiát nem fordítottunk. Illetve, hát szerencsére a börtönüggyel még Magyarországon nem találkoztunk, de a börtönnel kapcsolatban annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság már két ügyben is, egy román és egy lengyel ügyben úgy ítélt, hogy a börtön köteles vegán étrendet biztosítani az elítéltnek. Itt parancsolj! Azt nem, de azt tudom, hogy mind a kettő ilyen súlyos büntetést kapott, valószínűleg nem a veganizmusok miatt, de ilyen 20 éves börtönbüntetést kapott mind a kettő, és valószínűleg valami csúnya dolgot csináltak, de minden esetre vegánok voltak. Jó, és én azt gondolom, hogy körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Még egyszer elnézést a diák hiányáért. Kérdés van esetleg? Parancsolj! Én ismerem ezt a beszélgetést, mert Gáborral nagyon sokat beszélgettünk erről, de ti még talán nem, hogy beszéltünk itt a gyermekétkeztetésről, hogy van három opció, mégis mindenki akadályokba ütközik, vagy hát nagyon sokan, és hogy egy picit beszélnél arról, hogy mi a gyakorlat, mert az elmélet az minket igazol, de a gyakorlat nem. Igen. Tehát a gyakorlat az az, hogy olyan gyakorlatilag nincs, többféle gyakorlat van az egyes iskolákban, ami önmagában egy vicc. Teljesen különböző túlélési technikákat alkalmaznak a szülők. Először is általában a vegetáriánus étrend az szokott menni, bár olyan iskoláról is hallottam, ahol még azt is betámadják. És ez a vicces sztori, hogy írásos igazolást kellett hozni a valamelyik bevett egyháztól, Ez egy olyan iskolában történt, ahol még vegetáriánus étkezést sem akartak. Tehát ez nem is vegán volt az a szülő, hanem vegetáriánus volt az a szülő, akivel ez megtörtént. De végül is ő megoldotta ezzel, mert az egyik bevett egyház segített neki. A következő túlélési technika az, hogy valamilyen orvosi igazolást szerez a szülő, hogy én nem tudom, mire allergiás a gyermeke. Ez is szokott néha működni. Nyilván ez attól függ, hogy a orvosa segíte neki, vagy nem. Itt ugye nehezített pálya az, hogy nem akármilyen orvostól fogadja el a jogszabály ezt az igazolást, csak dietetikustól, illetve ennek megfelelő két-három egyéb képesítési orvostól. Ami mondjuk már azért is érdekes, mert miért ne lehetne mondjuk pszichológiailag undorralgustól a gyereknek. Tehát miért nem lehet mondjuk egy pszichológust elfogadni, meg ugyanez, nem teljesen mindegy a jogalkotónak, hogy milyen orvos igazolja ezt. Tehát egy akármilyen orvos, hogyha ő azt látja, hogy annak a gyermeknek nem megfelel az adott étrend, akkor ezt miért tudná igazolni? Arra nem is beszél, amit az elején mondtam, hogy miféle, bocsánat, de ostobaság az, hogy orvosi igazolást kérünk erre az esetre. Hát ez jogilag nem minősül máshogy, mint az, amit mondtam, hogy beülünk egy étterembe. Teljesen ugyanaz a tényállás. Semmi különbség a kettő között nincsen. És hát a harmadik tényállás, vagy a harmadik lehetőség az, hogy valamilyen vallási vagy világnézeti alapra úgy hivatkoznak, hogy ilyen igazolás nélkül van olyan hely, ahol ezt is elfogadják. Egy másik ismerősünk azt ezt az utat járta be, ott az volt a vicces, hogy az iskolám nem tudta, hogy mi a különbség a vegán és a vegetáriánus között, és akkor vegetáriánus biztosítottak neki, és akkor ezt elfogadta végül. Meg ugye a negyedik lehetőség, amit már szintén mondtam, hogy van, aki meg a kis műanyag tartóba viszi az ételt minden nap. Hát ezzel meg ugye azon túl, amit mondtam már, hogy van, aki még ebbe is beleköt az iskolák részéről, az is a probléma, hogy ezt nem minden szülő tudja magának időben megengedni. Ha nincs kérdés, akkor köszönöm szépen!